Azt gondolom, hogy egészen elképesztő az, amit ma Mezőhegyesen hallottunk. Pontosan jól látszik, hogy a hatóságok egyébként nem tudják kezelni a helyzetet. Tehát volt egy előzetes család, aki az előzetes időszakban egy család, akire tulajdonképpen mindenkinek problémája volt, a hatóságok őket nem tudták megállítani, és akkor ebből jön egy spontán felháborodás az emberek részéről, akik békét, nyugalmat, biztonságot szeretnének, akkor a hatóságok viszont ellenük viszont maximálisan fel tudnak lépni. Én azt gondolom, hogy az a szomorú, hogy ma Magyarországon nagyon sok településen ezt láthatjuk. Erre mondja a Mi Hazánk mozgalom azt, hogy Magyarországon ugye alakulnak ki azok a no-go zónák, ahol ki kell mondjuk, hogy sajnos a magyar állam megszűnik létezni, a magyar hatóságok képtelenek megvédeni az ottani embereknek a biztonságát, a vagyonát, és nagyon sok esetben pedig az életét is. És nyilván azt is látjuk, hogy ezen bizony változtatni kell. A Mi Hazánk mozgalom folyamatosan nem csak napirenden tartja a témát, és most már a parlamentben is, hanem folyamatos törvényjavaslatokkal, módosításokkal szeretnénk azt elérni, hogy ez a helyzet ez megváltozzon, hogy Magyarországon igen, azoknak az embereknek legyenek jogaik, akik tisztességes, adófizető állampolgárok, akiknek egyébként a pénzén fenntartjuk a hatóságokat, a rendőrséget, a gyermekvédelmet, és bizony őket védjék ezek a hatóságok szemben a bűnözőkkel. Minket nem a bűnözők jogai érdekelnek, hanem a tisztességes, becsületes adófizetők embereknek a jogai érdekelnek, és ezért fogunk megtenni mindent. Egyébként nem csak ott, hanem tulajdonképpen a hétköznapokban, az önkormányzatokban is, és akár úgy is, hogy egy-egy ilyen ügynek utána megyünk, és igyekszünk azon dolgozni, hogy tulajdonképpen a törvénytisztelő állampolgároknak legyen jó. Bizony abba az irányba kellene elmozdulni, hogy egyrészt feltételekhez kössék a lakcímkártyák kiadását, a lakhatási feltételekhez, illetve a valódi megoldás pedig az lenne, hogy nyilván a települések adják ki a lakcímkártyát, és bizony egy közösség dönthesse el, hogy kikkel akar együtt élni. Hogy a magyar kormány ugye mindig arról beszél, hogy a magyarok dönthessék el Európában, hogy kikkel akarnak együtt élni, úgy azt gondolom, hogy ezt a jogot meg kell adni a településeknek is.